Várong, kis lélekszámú település, amely a vírushelyzet szempontjából talán kisebb kockázatot is jelent. A településen élők minden óvintézkedést megtesznek, hogy a koronavírus elkerülje közösségüket. A kormány előírásait betartják. Az önkormányzat külön a vírus terjedésének megakadályozására irányuló intézkedést nem hozott. Várunk községi önkormányzatállása szokásos év volt, mint máskor, ugye ez a pandémiás időszak tavasszal is, meg ősszel is azért okozott némi gondot, de azt mondhatnám, hogy azért Várungon a lakosság tudta a dolgát. Kicsi számú lakosság van, és használták a maszkokat, mindenki kapott is, mindenki vásárolt is, és igazán nem mondhatom, hogy nem volt ezzel a dologgal gond. Igyekszünk mindenhol fertőtlenítőszert használni, ugye a kultúrházba, ahol járnak hozzánk, ott is ott van mindjárt fertőtlenítőszer, ott van az ormasz, ide vettünk egy automata fertőtlenítőt, mindjárt bejövünk az ajtón, egy ilyen 40 ezer forintos, egy adagolja magának ezt anyagot, mert itt az orvosi rendelő is, jönnek az emberekbe, és akkor csak oda teszik a kezüket, és fertőtlenítik. Én nem mondom, hogy akkor nem lehet probléma, de remélhetőleg mindent megteszünk azért, hogy ne legyen probléma. Jelenleg 5 ember bevonásával végzik a kertészeti munkát. Az idei bevétel elmaradt az előző évekhez képest, azonban folytatni szeretnék a termelést. A munkafolyamatok gépesítésével próbálják a humán kapacitás hiányát megoldani. 6 pályázatot adott be a település, amelyből 4 támogatást is nyert. Járdaépítés, ez Líder, faluszépítés, Líder módra ez a címe, és ez egy járdaépítés, mondjuk egy szakasz járda, nem az egész faluban, mert ez elég sok pénz, 4 millió forintos összeget nyertünk, és ebből megcsináltunk egy szakaszt, ez volt az első. Ez már mondjuk tavalyra húzódott át erre az évre, de tavasszal elkészített, már pandémiás időszak volt, de nem okozott gondot azoknak se, akik jöttek ide dolgozni, meg az itteniaknek se szépen elkészült ez a munka. A másik az egy belterületi utak és belterületek karbantartására volt egy géppályázat, ami nagyon nagy boldogság nekünk, 14,5 millió forintot nyertünk erre, és ebben van 5 munkagép, és van egy erőgép. Ez egy gyönyörű Brenzon típusú dél-koreai erőgép, van benne egy pótkocsi, van benne egy talajmaró, 2 rézsűkasza, egy lukfuró, amit csak el lehet képzelni, minden, egy tengelyes pótkocsi, minden van, ami nekünk kell, és ez egy következő 8-10 évre, ez megoldja a Várong község problémáit, akár külterületen, akár belterületen. 30 különböző fajtájú fát ültettek el az országos fásítási program keretében. 2 hónappal ezelőtt készült el a sportpark 50 négyzetméter alapterületen 6,5 millió forint támogatásból. Ez egy olyan sportpark, ahol a különböző húzóckodó, vonóckodó, fekvő támasz, hátgyakorlatok, nem tudom, egy többféle sportgyakorlat van, és a gyerekeknek nagyon örülnek ennek a sportparknak, ez nem régen készült el, körülbelül 2 hónapja, és hát ugye van egy panzió itt Várongon, elég sok vendég megfordulott, és hát azok között is vannak olyanok, hát van fiatalok is, középkorosztály is, aki ezt tudja használni, és nagyon örülnek neki, hogy ez van, ezt a játszótérre helyeztük el, ezt az eszközparkot. Ez egy ilyen 50 négyzetméter A-típusú, még egy futókör is van hozzá, hát nagyon-nagyon jó néz ki, úgyhogy nagyon örülnek neki a falusiak is, hogy ez megvalósult. Terveik szerint parkoló és urnafal építésére, illetve a Várongért Egyesület számára gépkocsi vásárlására újra pályáznak jövőre. Bíznak abban, hogy a Magyar Falu program keretében támogatást nyernek.